külföldön születtem, Londonban, és amúgy sokat is éltünk külföldön a családdal, és így gondolták a szüleim, hogy adnak valami különleges nevet nekem, és akkor így esett a választás a Michelle-re. Mindig tele voltam energiával, és akkor gondolták a szüleim, hogy elvisznek és megmutatnak valamilyen sportot nekem, és először amúgy szertornával kezdtem, és szertornáztam egészen 6 évig. A szertornának nincs akkora múltja, és nem érhetném el ugye igazából az álmaimat vele, és emiatt gondoltam úgy, hogy váltok egy másik sportra. Megkönnyítette a választást amúgy az, hogy az öcsém már öttusázott, és akkor, amikor kipróbáltam, akkor annyira megtetszett, hogy igazából ott ragadtam. Én nagyon örültem, hogy indulhattam a világbajnokságon, hiszen én csak junior korosztályú versenyző vagyok. Egy év, amikor megtudtam, hogy itt lesz Budapesten, a Kincsen Parkban a világbajnokság, akkor az volt a célom, hogy indulhassak akár váltóban, akár egyéniben. Nyilván sokkal nagyobb dolog, hogyha egyéniben tud indulni az ember, pont azért örültem nagyon annak, hogy kaptam egy lehetőséget. Igazából a fő célom az volt, hogy döntőbe kerülhessek, ami szerencsére sikerült is. A döntőben szerintem megmutatkozott az, hogy fel kell zárkoznom a felnőttekhez képest a vívás szempontjából, de nyilván ők sokkal tapasztaltabbak, mint én ennek a terén. Viszont nagyon örülök, hogy a többi számban, mind a 4 számban, lovaglás, úszás, futás és lövészetben tudtam hozni a világszínvonalat. Nagyon nagy pluszt ad az, hogy itt volt Budapesten, hiszen ugye a családomtól kezdve barátaim, még régebbi tanáraim is ki tudtak jönni szurkolni, és nagyon felemelő, hogy szurkolnak végig a versenyen keresztül, és segítenek, úgymond. Nem verseny előtt van a rituálém, hanem inkább verseny közben. Például az, hogy futás közben Ferrari sapkával futok, vagy víváson van egy szürke reálozzoknim, és abba vívok mindig. És már nagyon régi, meg már vannak lyukak, már egy csomószor meg kellett várni, de úgy érzem, hogyha az rajtam van, akkor nem lehet baj. Mindenképpen a közszolgálati egyetemre szerettem volna jelentkezni, mert úgy érzem, hogy itt tudnék úgy teljesen kiteljesedni, és olyan munkát szerettem volna, meg olyan dolgot tanulni, ami igazán érdekel, izgalmas is egyben, valamint valamivel ugyanúgy, mint a sporttal hozzá tudok tenni Magyarország hírnevéhez, ugyanúgy a munkámmal és a tanulásommal is szeretnék valamit hozzátenni. Én sportoló vagyok, úgymond, de mellette kell nekem egy úgymond egy stabil háttér. Ezért fontos nekem az, hogy a tanulásban is úgymond tudjak valamit teljesíteni, és kiemelkedően végezzem azt is. Azért a bűnüldözést és a bűnügyet választottam, mert kiskorom óta nagyon szeretem, nagyon érdekel a bűnügy igazából. A Mentalista, meg az ilyen híresebb nyomozósorozatokat nagyon-nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy ez úgymond a legizgalmasabb, és ez keltette fel a legjobban az érdeklődésemet. Azért szeretem igazából nagyon az öttusát, mert amúgy sose unom meg, mert annyira sok számból áll, és annyira változatos és színes, hogy igazából az edzéseket sem tudom megunni. Nagyon összetett, hiszen vannak technikai és fizikai számai is. Technikai számnak számít a lovaglás, a lövészet és a vívás, és fizikai számnak a futás és a úszás. A vívás az, ami nagyon meghatározó az öttusában, azon múlik a legtöbb, hiszen azért a legtöbb pontot.
valamint a lovaglással lehet a legjobban elúszni egy versenyen, hiszen az öttusában sorsolják nekünk a lovakat, szóval a helyezés alapján, ranglista alapján kapunk egy lovat, szóval sose tudjuk, hogy éppen jó lovat kapunk-e azon a versenyen, vagy esetleg rosszat. A legnagyobb célom most a 2024-es olimpiára kijutni, és nyilván mindenki gyerek álma az, hogy olimpiát nyerjen, de hát nyilván az nem annyira könnyű, mint amennyire azt mondják, de hát minél jobb helyezést elérni magamhoz képest, az a célom.